hiszem, hogy a felnőtt társadalomnak is tud példát mutatni. Nyíregyháza alpolgármestere köszönti az önkénteseket. A Diák Polgármesteri Iroda ismét hulladékgyűjtési akciót szervezett a belvárosban, melyre ezúttal a vármegyeszékhelyen tanuló külföldi egyetemi hallgatókat is meghívták. Megkerestek még valamikor május környékén, és egyeztettünk időpontot, hogy szeretnének a belváros környékén, a belvárosnak néhány utcájában, ilyenkor a reggeli órákban valamilyen hasznos dolgot csinálni. Ők ajánlották fel, ennek nagyon örülök, ugye ez nem az első már, hanem a második vagy a harmadik eset, amikor a Diákpolgármesteri Iroda szervez egy ilyen közös személygyűjtési akciót, és most annyiban kicsit másabb a dolog, hogy az egyetemen tanuló külföldi diákok is besegítenek nekik. Én ennek nagyon örülök. Azt kívántam nekik, hogy minél kevesebb szemetet találjanak az utcán, mert akkor az azt mutatja, hogy Nyíregyházán az emberek is környezettudatosan élnek, illetve a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kft. Jól végzi a dolgát. Nem lomtanítást csinálunk, tehát nem kell összeszedni az ilyen hatalmas, nem tudom, ilyen szétdobott fajanszokat, hanem csak a cigarettacsikkeket, a különböző üritős dobozokat, műanyagflakonokat. Ez pedig már az eligazítás. Kiosztják a kesztyűket, és indulhat a szemétszedés a belvárostól egészen a Józsa András kórházig. A nyíregyházi Diák Polgármesteri Iroda fiataljai egy környezetvédelmi akciótervet dolgoztak ki azért, hogy valóban tegyenek a környezetük megóvásáért. Körülbelül 2 éve fogalmazódott meg bennünk, hogy szeretnénk a környezetvédelemért is tenni valami érdemlegeset, és igazából egyelőre csak szemétszedés és faültetés áll a környezetvédelmi akciótervünkben, de a jövőben szeretnénk ezt bővíteni különböző dolgokkal még. A nemes cél mellett fontos volt a szervezőknek az is, hogy a Nyíregyházán tanuló külföldi hallgatókat is megismerjék. Chiamaka Nigériából érkezett, a Debreceni Egyetemen tanul ápolónőnek. Azért jöttem ma, mert a nyári szünetet is szeretném hasznosan tölteni, szeretnék segíteni a szemétszedésben, de ismerkedésre is kiváló alkalom ez. A nyíregyházi fiatalok célja, hogy minél több, színesebb programmal bővítsék a helyi környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseiket. Jelenleg a lengyel Zsesov és a romániai Resica bánya diákjaival közös online környezetvédelmi kampányban is részt vesznek.